Csíkcsomortánban ünnepélyes megnyitóval megkezdődött a 7. székelyföldi Varga Sándor verstábor. Ebben az esztendőben 40 felvidéki, délvidéki, kárpátaljai, székelyföldi és az anyaországból érkezett fiatalok merülhetnek el a szép irodalom, a népi kultúra és a színpad világában, és ismerhetik meg Székelyföld történelmi helyeit. A megnyitón a vendéglátó település jegyzője, Fülöp Erzsébet köszöntötte a résztvevőket. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát, élményekkel gazdagon távozik majd, és soha nem fogja elfelejteni azt, amit itt Csomortánban, ebben a kis székely faluban, azt az élményt, amit itt szerez. Kubik Anna Kossuth Díjas színművész, a tábor szakmai vezetője megnyitó beszédében megidézte a kezdeteket és emlékeztetett a Varga Sándor által elindított misszió fontosságára. Amit én ma szeretnék megerősíteni bennetek, az az, hogy Arany János nem csak költőnek volt óriási, hanem embernek is. A megnyitót követően a Csomortániak Magyarok Nagyasszonya hagyományőrző néptánc csoportjának a Sóvidéki Népi Kultúrát bemutató műsorában gyönyörködhettek a vendéglátó település lakói és a tábor résztvevői. A néptánc csoport bemutatója után a táborcsinálók a magyar irodalom mítoszainak költeményeit tolmácsolták versösszeállításukban. Megtalálhatod bennem a hülyét, mert az vagyok, ha kell. És két másikat, akit ez a hülye felügyel, meg egyet, aki a hülyét felügyeli. Szent négyesünk egészen édeni. Egyébre nem vállalkozom. Például arra, amit gyakorta szónoki hévvel mondogat kegyed, hogy meggyötört szegény szívének legjobb barátja én legyek. Legjobb barát. Szavamra megtisztelő egy hivatal, de nem vagyok hozzá elég vén. És ön rettentően fiatal. Az est zárásaként annak méltóságát emelve Varga Sándor a verstábor hőskorát megidéző pillanataira emlékeztek egy olyan filmmel, amely eszenciája mindannak a korszakos gondolatnak és megvalósított álmoknak, amelynek mentén a székelyföldi verstábor lett a magyar kultúra egyik bölcsője, a Kárpát-medence fiataljainak.